A belváros fejlesztéséről és az Andrássy úti épületek felújításáról tartott tegnap fórumot Hegedűs Zoltán alpolgármester és Vágó János képviselő. Az elképzelések szerint a közeljövőben alapvetően megváltozhat a városközpont látképe, ehhez pedig a lakosok hozzájárulása is szükséges. A belváros látképét uraló épületeket is szeretné felújítani az önkormányzat a tramtrén megvalósulásával párhuzamosan. A beruházás elsősorban a Szent Antal utca és a Kossuth tér közötti ingatlanokat érinteni, így az itteni lakás- és üzlettulajdonosok véleményét lakossági fórum keretén belül hallgatták meg a képviselők az Andrássy úti homlokzatok megújulásáról. Azért fontos a belváros felújítása, mert ezt mindannyian használjuk. A belváros az egy közösségi tér. Ide jövünk össze, amikor vannak ügyeink, lehet ez az ügy hivatalos ügy, lehet szórakozás, kikapcsolódás, kereskedelem, vagy olyan együttlétek, mint amilyen mondjuk egy március 15-e vagy egy augusztus 20-ának a megünneplése. Ezért is fontos az, hogy minél szebbé varázsoljuk a belvárost. Az elképzelések szerint az épület homlokzat felújítási költségének a felét átvállalná a város. A másik feléhez a tulajdonosok járulhatnak hozzá, csak úgy, mint pár évvel ezelőtt a Rabcsák András utcai épületek felújítása esetében. Április végétől indul egy olyan pályázat, amely kamatmentes kölcsönt biztosíthat 20 éves futamidőre a lakástulajdonosoknak, illetve lakóközösségeknek. Ez a pályázat ez nem csak homlokzatfelújításokról, homlokzathőszigetelésekről szól, hanem nyílászáró cserékről, fűtéskorszerűsítésről, tetőfelújításról. Tehát tulajdonképpen, ha egy társasházközösség az egész tömböt szeretné felújítani, ahhoz most ez a pályázat óriási segítség lenne. És még egy jó lehetőség, meg egy jó pillanat, amikor az önkormányzatnak is mindenképpen szándéka, hogy ez az utca rész fel legyen újítva. Pozsár Péter építész mutatta meg az elképzelt látványterveket. A tervek megalkotásánál fő szempont volt a modern és a régi stílusú épületek jellegzetességeinek a megőrzése. Nagyon sokféle épületállományt, ami az Andrássy útat jellemzi, ezt megpróbáljuk úgy egymáshoz finomítani, úgy összehangolni, hogy tényleg egy egységes utcakép jöjjön létre, illetve a vizuális részek mellett azon is gondolkodtunk, hogy hogy lehet ezeket elméletileg, teoretikusan mondjuk egy picit a felújítást magát rentábilissá vagy fenntarthatóvá tenni, illetve hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy itt mondjuk technológiailag is ezeket az épületeket korszerűsíteni tudjuk. A fórumon lakossági kérdésre adott válaszként elhangzott. Az Andrássy úton átmenő forgalom helyett csak célforgalmat engednének be. A tramtrén miatt kieső parkolóhelyek pótlásáról gondoskodni fog az önkormányzat. A tervekről a városvezetés az egyes lakóközösségekkel külön-külön is tárgyalni fog majd. A felújítás csak akkor valósul meg, ha sikerült megállapodásra jutniuk.